Többször kellett vizet szivattyúzniuk a csapadékos időjárás miatt az elmúlt héten a tűzoltóknak Hajdúszoboszlón, egy leszakadt faág pedig a gyalogos forgalmat akadályozta. 4 esetben kellett nekünk emiatt közvetlenül beavatkozni. Volt egy fa ágleszakadás, ami a gyalogos forgalmat veszélyeztette. Ezt kellett megoldanunk, illetve 3 esetben az összegyűlt csapadék víz miatt kellett beavatkozni a tűzoltóknak különböző helyszíneken. Itt pontosan milyen feladatot kellett ellátni? Vagy szivattyúzni kellett, vagy pedig a csapadékvíz elvezető rendszer, tehát az árkokat kellett olyan szinten megtisztítani, hogy az képes legyen elvezetni az összegyűlt csapadékvizet. A keddi napon vonattűz is volt, ezzel kapcsolatban a hajdúszoboszlói katasztrófavédelemnek milyen feladata volt? Igen, tehát hozzánk jelzés érkezett hétfőn este 10 óra után, miszerint Ebesnél jelezték, hogy egy vasúti szerelvényből szikrák hullanak, vagy valami hasonló volt a jelzés tartalma, ezért Hajdúszoboszlói vasútállomáson megállították a szerelvényt, a hajdúszoboszlói tűzoltók vonultak ki, és megállapították, hogy egy 30 vagonból álló tehervonat, vasúti szerelvény, ami szenet szállít, az annak a rakománya gyakorlatilag túl melegedett, túl hevült, és ez tűzveszélyes volt, illetve tüzet is feltételeztünk, mert füstölés volt tapasztalható, és ezért kellett intézkedni. Ami nem Hajdúszoboszlón történt meg végül is, mert a hajdúszoboszlói vasútállomás közvetlen közelében, illetve az alkalmas helyszínen, közelében ott van egy fokozottan tűz- és robbanásveszélyes ipari létesítmény is, ezért itt a tűzoltói beavatkozást nem ítélték meg biztonságosnak. A vasút egy kabai rakodó helyszínt jelölt meg, mint egy biztonságosabb helyszínt erre a dologra, oda át kellett vontatni a szerelvényt, és gyakorlatilag a tűzoltás ott történt meg. Tegnap délután este felé fejezték be a vasúti kocsik hűtését, és a szerelvény tovább haladhatott.